a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei gyermek és ifjúsági önkormányzat és a Központ Ifjúsági Egyesület 2010-ben rendezte meg először a megyei sportnapokat azzal a céllal, hogy általános és középiskolák csapatai labdarúgásban, röplabdában és kézilabdában mérjék össze tudásukat. A háromnapos rendezvénysorozat szerdán a kosárlabda tornával rajtolt. Az idejében 53 csapat jelentkezett a különböző sportágakra, ez nagyjából megegyezik az elmúlt éveknek a jelentkezésének a számával, de boldogok vagyunk és örülök annak, hogy egyre különbözőbb intézményekből jelentkeznek ezek a csapatok. Minden sportágban megrendezésre kerül mind a női, mind pedig a férfi középiskolás kategória. Sajnáljuk, hogy az általános iskolák még annyira nem olyan aktívak ebbe a megyei sportnapba, de célul tűztük ki azt is, hogy a következő években őket is minél hatékonyabban szólítsuk meg. Örülünk annak, hogy tényleg a megyek különböző részeiről, a megyek különböző településeiről és oktatási intézményeiből jönnek csapatok, mint például Ibrány, Mátészalka, Fehérgyarmat, Kisvárda, Újfehértó, Záhony. Tehát tényleg én úgy gondolom, hogy egy elég széles körű paletta, egy elég széles körű azoknak az intézményeknek a névsora, létszáma, akik eljöttek az idejében a megyei sportnapokra. A csütörtöki röplabda és a pénteki futballtornát egyaránt két helyszínen, a Bencs iskola és a Veselényi csarnokában bonyolítják majd le a szervezők.